Sziasztok, mi vagyunk a Blau Louisiana, és nézzétek a Berza TV-t. Kerben a Blaha Louisiana tagjaival, Lacival, Barbival és Jancsóval. Szerdán jelent meg a legújabb dalotok, Máshol várnak címmel. Úgy tudom, hogy ennek egy érdekes története van. Ennek a számnak az alapját Barbie nyaralójában Dunafalván kezdtük el megirogatni, és ott elkezdtünk ezen dolgozni, kialakult egy váza a dalnak, aztán ezt hazahoztuk Pestre. A végleges verziója az most egy 3 hete lett kész, és most a Petőfi Rádióban is bemutattuk szerdán. Csütörtökön! Figyeljétek a Facebook oldalunkat, mert ki fogjuk rakni ezt a klipet ezzel a koreográfiával. Ez a Máshol várnak! Ez a számnak legalábbis számunkra egy kicsit ilyen 60-as, 70-es évek hangulata van, és elkezdtünk nézni egy csomó ilyen régi videót, Kovács Katit, meg Koncz Zsuzsát, hogy nézett ki akkor egy klip, és mi is valami ilyesmit akartunk csinálni. Persze nem leutánozni a 60-as éveket, hanem átültetni a mai korba. Ez még hozzáfűznék annyit, hogy táncolni fogunk a klipben, és tegnap volt a táncolóból, szerintem már most nem emlékszünk a koreográfiára, úgyhogy vicces lesz. Tudatosan építettétek egyébként az angol számokat, szóval vannak mondjuk esetleg ilyen külföldi terveitek is? Voltunk már Csehországban egy fesztiválon, ez is nagyon jól sült el. Szóval az angol számokkal mindenképpen szeretnénk így operálni azért külföldön. A nagy színpad tehetségmutató versenynél indult be úgy igazán. Milyen pluszt adott nektek ez a verseny, és mi a legnagyobb siker, amit mondjuk ennek tudtok be? Nem ennyire behatárolható, hogy a nagy színpad után a nagy színpad miatt ívelt volna fel a karrierünk, mert pont ugyanabban az időben volt ez, hogy a menedzserünk elkezdett velünk foglalkozni, és akkor szerződtünk le a Gold Recordhoz, és ők szintén nagyon-nagyon sokat segítettek, nagyon sok koncertünk lett azóta, úgyhogy igazából szerintem ez a kettő együtt, ami elvezetett minket idáig. Oh,
legnagyobb siker az szerintem, amire most nagyon büszkék vagyunk, az, hogy voltunk egy ötállomásos turnén a Quimby-vel, mi voltunk az előzenekaruk, és az nagyon jó tapasztalat volt, nagyon jó érzés volt ilyen zenészekkel együtt dolgozni, megismerni, hogy milyen a hangulat a koncertjük előtt, és tényleg nagyon sokat lehetett belőle tanulni, és nagyon sokan megismertek minket ezáltal. Akartam egyébként kitérni, hogy a Quimby-nek, Konyhának, Bohemian Betyársnak azért elég sok zenekarnak nyitottatok az elmúlt időben, és mennyire kell ilyenkor idomulni a másik zenekarhoz? Mennyiben különbözik a setlistetek mondjuk egy önálló koncertétől? A Quimby előtt ugye kevesebbet játszottunk, akkor nyilván szelektálni kell a számokat, és összerakni egy olyan programot, mondjuk ott ugye más volt a korosztály is, és akkor mondjuk lehetett összeállítani, hogy jó, akkor most legyen egy gyorsabb koncert, vagy a következőnek egy lassabb, és akkor ehhez mérten szedtük ki a dalokat a setlistből, de mondjuk egy Bohemian előtt, vagy egy Konyha előtt sima, rendes koncertet adtunk. Múlt héten volt a Marie Claire Fashion Week, ahol modellként debütáltál. Ez a megkeresés, ez hogyan jött, és megtartottad a ruhát? Nem voltam modell, nem is leszek. Ez úgy jött, hogy a nagy színpadra Konsenszky Dóra tervezett nekem egy ruhát. Itt az volt ugye, hogy mindenkinek a kollekcióját egy olyan személy nyitotta meg, aki nem modell, de valami miatt ismert, vagy a divattervező számára annyira meghatározó, és a Dóra engem kért fel. Sokkal jobb a srácokkal egy színpadon állni, mint azon a T-alakú kifutón végigsétálni. Egyébként hogy bírod ennyi srác között egy szemlánként? Nagyon szeretem őket, tényleg. Már hozzászoktam ahhoz, hogy kb. 0-24-ben csak fiúkkal vagyok, és jó, hát nagyon jó viszony van közöttünk, úgyhogy egyáltalán talán így a így nincs is annyira különbség így a nemek között, mert mint hogy így nyilván remélem, hogy nőként vagyok számon tartva, de ugye nagyon nagy haverság van, és ez így mindent így egy síkra hoz. Most ugye, tehát készültek a videóklippel, esetleg lemez, vagy hasonló kaliberű koncertek, mint a ma esti. Most már Laci, beszéljen egy kicsit. Tavasszal szeretnénk kihozni az első nagy lemezünket, ami szerintem még azt nem áruljuk el, hogy milyen formában, meg milyen összetételben, de szerintünk izgalmas lesz, és hát örülünk neki, hogy végre lesz egy ilyen kézzelfogható eredménye az elmúlt pár évünknek. Úgyhogy ez mindenképp nagy lépés lesz szerintem. Tervezünk több önálló koncertet is, meg együtt másokkal is, Quimby-vel is megyünk még reményeink szerint több helyre is, és egyéb különleges megmozdulásokat is tervezünk.